következő kísérletünkben ez is kicsit oldalról fogunk elektrolizálni. A kísérlet kivitelezése a következő. Minden pártakot ugye egy tetszett, hallatta egy pepücsésze. Ebbe a pepücsészébe ezüst nyitlen oldatot fogunk ölteni, én fogom belemíteni nektek az oldatot. Jó, hogy nehogy mellé menjen. Tessék a tercen kísérletezni, alatta van a papír, jó? Tehát az ezüst nyitlákkal óvatosan felvárni. Ezek után, ha megtörtént, tehát kiöntöttük az ezüst nyitlen oldatot, elektrolízishez tudod, hogy egyenáramot fogunk alkalmazni, majd adok áramot az asztalokhoz, tessék ugye beledugni ezt az adaptert, és utána pedig láthatod, ugye van neked két elektródod, fekete az anód, piros a kátód, ugye így szoktuk meghatározni. Láthatod, ez is igaza, hogy anódfél egy ceruzát alkalmazunk. Ezt bele kell csak simán látni az ezüst nyitlát oldatba. A piros csipeszbe pedig láthatod, hogy egy génkakocs van befogva. Na most a génkakocs lesz nekünk a katódunk. Úgy kell beleérni, tehát a ceruzát belemártod az oldalba. A gépkapcsot úgy kell majd beleérni az oldalba, hogy csak a leghegye érjen épp hozzá a folyadó felszínéhez. Ha nagyon mélyen belemártod az ezüstnyitlát oldalba, akkor egy fekete gombóc fog keletkezni, és az nem túl szép, nem ez a célunk. A cél az, hogy a folyadék felületén egy ezüst fraktált hozzunk létre. Mivel nagyon kicsit érintkezik csak a katód felülete a folyadékkal, ezért a keletkező ezüst oldali lányba fog elkezdeni növekedni, és egy nagyon szép virág mintákat lehet készíteni ennek a berendezésnek segítségével. A hozzátartozó egyenleteket pedig természetesen előzítjük a füzetünkbe, tehát katód és anyóra. Ugye ez is nitrát, tehát ez is ion, nitrát, ion és víz molekula. Ez is pozitív Stemmel potenciál, amire lehet választani a elektrolízis során vizes oldatot. Tehát ez is ionok redukciója történik meg, ugye láthatod, hogy egy elektron felvételével szilárd ez is keletkezik. Az anódon viszont ugye nitrátion összetett ion nem válik le, hanem vízbontás történik. Oxigéngáz, hidrogénionok és elektronok kerülnek leadásra, és rendezzük az egyenletet. Ugye láthatod, ha fölírod a legkisebb közös többszöröse a leadott és felvett elektronoknak a 4, tehát 1 mol oxigéngáz mellett 4 mol ezüst válik le. Tehát a ceruza hegyén buborék képződést figyelhetünk meg, tehát ez lesz ugye akkor az oxigéngáz, a katód felületére pedig fel tessék figyelni, éppen hogy csak bele, így hozzá érintetek, a felszínéhez. Ha véletlenül